Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Máté evangéliumának 23. fejezetében ezeket olvassuk. Jaj, nektek írástudók és farizeusok, ti képmutatók! Bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt, magatok nem mentek be, és aki beszeretne jutni, azoknak meg nem engeditek. Megdöbbentő kifejezések ezek, kedves testvéreim, Jézus ajkáról. Köztudott, hogy a farizeusok kínosan ügyeltek a külső formaságok betartására. Jézus ezért is szólja meg bizonyos értelemben őket. Ti farizeusok, a pohár és a tál külsejét tisztogatjátok, de belül tele vagytok kapzsisággal, gonoszsággal, rablott holnyval és szennyel. Ha körülnézünk a világunkban, egyre jobban tapasztaljuk azt, hogy sokan vagyunk, akik a külső megjelenést, a formaságot talán egy kicsit többre tartjuk a belsőnél. Olykor én magam is ezt érzem. Olyan ez, mint amikor valaki kikenve, kicincomázó megy az emberek közé, de a fehér neműjét nem cseréli le. Vagy mint a háziasszony, aki csipketelítőt tesz föl, de alatta a port nem tördi le. Rózsát tesz a vázába, de a szemetet a bútor alá söpri. És ha kinyitjuk a szekrényt, akkor kiputyog belőle az ömlesztett, bedobált holmi. Igen, van, aki társaságban idegenekkel bűbájos, de otthon egész környezetét halálra szekírozza. Van, aki nappal elegáns, jó nevű társaságbeli ember, és éjszakánként pedig betör, fosztogat. Az ilyen ember olyan, mint a szép kristálypohár, amely kívülről ragyogó, de belülről mérgező italt tartalmaz. Az ember különös megnyilvánulása, magatartása legyen összhangba belső lényegi mi voltával. Ez Jézusnak a kérdése. A külső nem ász, állarc legyen, hanem tükrözze a lélek tisztaságát, a szeretet melegét és kedvességét. De hát mit tegyünk? Először bensőnket, lelkünket hozzuk rendbe, tisztítsuk meg a bűntől. De milyen módon érhetjük el ezt a célt? Hogyan léphetünk a tiszta, Krisztus követő élet útjára? A múlt század közepén íródott az orosz lelki irodalom egyik legismertebb alkotása, a Zarándok című elbeszélés. A bevetető sorai úgy gondolom választ adnak erre a kérdésre, hogyan is legyünk Krisztus igaz követői. Így kezdődik a könyv. Isten kegyelméből keresztény vagyok. Tetteim szerint nagy bűnös, hivatásos szerint hontalan vándor, a legalacsonyabb sorból, és helységről helységre zarándokolok. Tulajdonom a következő, hátamon egy zsák száraz kenyérrel, mellemen a Szentírás, ennyi minden. A Szent Háromság ünnepét következő 24. héten bementem egy templomba déli istentiszteletre imádkozni. Az apostol Tesszalonikai írt leveléből olvasták, az 5. fejezet 17. versét, amelyben ez állt, szüntelen imádkozzatok. Ez a szó nagyon megragadott. És elkezdtem gondolkodni, hogyan lehet szüntelen imádkozni. Amikor az emberek még mást is kell tennie, hogy életben maradhasson. Fellapoztam tehát a Bibliát, és ott saját szememmel láttam azt, amit hallottam. Majd így a következő versben. Minden alkalommal imádkozzatok a lélekben, könyörögve és imákat mondva. Csodálatos így idézett. Az imádság az a legfőbb út, amely közel visz Istenhez, amely élő gyümölcsöt, gyümölcsöző kapcsolatot hozhat, építhet vele. Továbbá ne akarjunk sohasem mások lenni. Többnek látszani, mint amik vagyunk, mert az Isten így szeret bennünket. Nem lehet mindenki tudós, feltaláló, művészi tehetség és szépség, de mindannyian lehetünk jók, szerények, igazmondók, gyengédek, figyelmesek, Istent és embert szeretők, és ez mindennél többet ér. Amen.